Ez pedig a Resident Art Budapestnek a galéria része. Ugye a sétákon kívül szoktak lenni itt másfél havonta kiállítások. És ez pont tegnap nyílt, amit most láttok itt. Ez a Braun Andrásnak a 80 kollás című kiállítása. Általában ezt a két teret, tehát a itt az előszobát, illetve ezt a nagy nappalit használjuk a kiállításoknak, tehát a váltakozó anyagnak, és oda bent pedig van egy kisebb szoba, ezt showroomnak kereszteltük el. Ott pedig azok a művészek láthatók, azoknak a művészeknek a munkája, akikkel így együtt dolgozok kicsit szorosabban, és egy kicsit ez a 19. századi képkereskedéseknek a hangulatát próbáltam vele megidézni, azért, mert ugye manapság nem nagyon divat az, hogy a kortárs képeket egymáshoz közel installálják, de én azt gondoltam, hogy részben gyakorlati okokból, meg megokolásokból, mivel nem nagyon van itt raktárhelyiségem, részben azért, hogy minél többet be tudjak mutatni, azon kívül, hogy portfóliót mutatok, hanem élőben az autópsziát, a saját szemmel való meggyőződést is lehetővé tegyem, ezért kiraktam minden művésztől egy vagy két műalkotást, és ezáltal egy picit ilyen, tehát showroom jellege lett, tehát bemutatóteremként funkcionál. És akkor erről a kiállításról beszélnék először. 80 kollás címet adtuk neki. Braun András 2015-ben tragikus hirtelenséggel távozott közülünk, meghalt 2015 őszén. Egy elég jelentős és nagyon-nagyon egyedi hangvételű művész volt, aki főleg egyébként a festészetéről volt ismert, tehát nem a kollázsairól, olyannyira, hogy ezeket a kollázsokat nem is ismerték, illetve nem is mutatta be életében soha. Tehát ezek a kollázsok itt most láthatóak először nyilvánosan, eddig egy dossziéba voltak lefűzve, és az örökös, a Braun Andrásnak az özvegye, Beckballa Mónika, akivel az egész kiállítást megálmodtuk, és akivel tulajdonképpen meg is rendeztük a kiállítást, ez szerint a koncepció szerint. Azt azért érdemes tudni, hogy az örökösöknek, a másik örököságon ott még 40 ilyen munka található, tehát összesen 120 darabot készített ezekből a Braun András, és ahogy látjátok, tehát ez az a festészeti világ, ami egyébként a Braunt jellemzi, az nagyon erősen jelen van ezeken a kollázsokon is. Saját bevallása szerint is az András azt mondta, hogy őt nagyon erősen megihlett a dadaizmus. Ugye a kollázs az eleve egy nagyon erősen 20. századi műfaj. A dadaizmus volt az az egyik irányzat, ami a leginkább meghatározta, és ami a leginkább elindította, és máig befolyásolja, máig hatással van a kollázsra. Kurt Schwitters volt az első olyan művész, aki ilyen igazán mai szemmel nézve fotokollázsokat készített, illetve olyan kollázsokat készített, amiben mindent belerakott, amit talált. Tehát háromdimenziós kollázsokat is, amiket őt nem is kollázsoknak nevezett, hanem mercnek, de ez ugye onnan ered, hogy a Commerzbanknak a feliratát egyszer véletlenül úgy vágta ketté, hogy a Commerzből a merc maradt meg, és akkor ebből lett a Merzbau, ami egy ilyen, ami aztán az egész lakását telerakta ilyen kollázsokkal, amiket így a mindennapi, hétköznapi tárgyakból válogatott össze. És ez visszatér az Andrásnak a munkáin is, mert hogyha megnézitek közelebbről ezeket a kis A4-es papírkollázsokat, akkor azt lehet látni, hogy az Életmód magazinoktól kezdve az újsághirdetéseken át, az óriás plakátoknak ez a rasteres, pixeles háttere, a különböző minket körülvevő vizuális, én úgy neveztem ezt ebbe a kis bevezető szövegbe, hogy vizuális folklór tulajdonképpen, mert bizonyos értelemben az, hogyha meglát ma valaki mondjuk egy pipát, akkor rögtön mindenki tudja, hogy ez a Nike, vagy ha valaki meglát egy ilyen sárga embetit, akkor rögtön tudja, hogy ez a McDonald's, vagy egy ilyen lájkoló között, ugye Facebook. Tehát, hogy van körülöttünk egy olyan erős vizuális mező, amit nem tudatosítunk, de mondjuk ha 300 év múlva majd tudósok azt fogják kutatni, hogy mit jelenthetett ez, akkor lehet, hogy fennmarad az, és lehet, hogy nem marad fenn, akkor ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy ki volt az a réteg, aki ezt a közös vizuális nyelvet használta.
És ugyanúgy, ahogy a magazinok használják ezeket a vizuális sémákat, illetve bizonyos márkákhoz bizonyos formákat kapcsolunk, ezeket a márkákat kiszakítja a kontextusából, tehát a hely, az eredeti környezetükből a Braun András, és beemeli egy egészen más helyzetbe, és ezáltal teljesen átformálja a jelentésüket, és azért hatnak annyira ismerősen ezek a kollázsok, mert mindannyian felfedezhetünk benne olyan motívumokat, amikre ilyen aha élménnyel reagálunk. Tehát azt mondjuk, hogy ezt valahonnan ismerem, de nem tudom pontosan megmondani, hogy honnan. És mégis bennem van ez az aha élmény. Tehát ismerősek, és egyszerre mégis idegenek, mert hogy nem, mert hogy újra kontextualizálja őket, újra értelmezi őket, és egy egészen más szintre emeli ezt a vizuális folklort. És ahogyha megnézitek a munkákat, akkor azt lehet látni, hogy azért van bennük egy kompozíciós, a szerkesztésükben van egy nagyon erőteljes, sem visszatérő motívum, méghozzá az, hogy nagyon sokszor centrálisan, tehát van egy fókusz a legtöbbnek, tehát vagy koncentrikus körökben gondolkodik, vagy a kör az eleve egy nagyon fontos motívum nála, illetve a gömb, és ami számomra döbbenetes, és ami miatt nagyon-nagyon szeretem őket, hogy tulajdonképpen az emberi elme által kreált formákat, tehát legyen az egy csapágygolyó, vagy egy parfümös üveg, vagy egy objektív, egy fotóobjektív, vagy egy szög, vagy bármi, ezeket az egyébként az emberi által létrehozott formákat, ezeket mégis úgy köszönnek vissza nekünk a képen, mint hogyha a természet által formálódtak volna. Tehát mint hogyha organikusan elkezdenének burjánzani. És ezáltal van egy olyan érzésünk, hogy ezek mint hogyha természeti formák lennének, mintha vagy a mikrokozmosz, tehát vagy egy ilyen sejtplazma, vagy sejtosztódások lennének, vagy akár hogyha makro méretekbe gondolkodunk, akkor meg olyan, mint hogyha galaktikus, vagy ilyen csillagközi terekben bóklásznánk. És közben mégis a maguk az építőelemei a képnek, azok pedig teljesen minket hétköznapok, tehát teljesen hétköznapi tárgyak. És egyébként az eredeti, tehát az eredeti kiindulás az volt a Braunnak, hogy amikor le kellett adni egy munkatervet, vagy kellett készíteni egy festményt, akkor csinált hozzá egy vázlatot, tehát az elsők ezek tulajdonképpen vázlatokként indultak, de aztán egy teljesen új, tehát tulajdonképpen belekapaszkodott ebbe, és azt mondta, hogy hát ez működik önmagában is, és akkor egy új műfaj jött létre, ez a kollázs a keze alatt, amit ő korábban nem csinált, viszont ezek 2014 és 2015-ben készültek, és tulajdonképpen egy ilyen önálló, végülis önálló ciklust alkotnak így az életművön belül. Egyébként az az érdekes, ezt megmutatom, hogy a Braun egyébként nagy méretben gondolkodott mindig, tehát hogyha ide eljöttek, akkor láthatjátok, hogy itt van két festmény tőle, ott látható, mind a kettő, inkább gyertek ide, innen jobban látszik, hogyha ide álltok. Itt is látszik, hogy ez is, itt is kollázsosan gondolkodik, de hogy látszik, hogy sokkal nagyobb méretben, tehát hogy az egész az egy, neki ez a kb. A kis mérete, tehát a Braunnak vannak ezek a 2x2-es hatalmas képei, meg vannak 3x3-as. Az jellemző egyébként, hogy a festészetében mindig ragaszkodott a négyzetes formátumhoz, itt a kollázsoknál meg egyáltalán nem, tehát itt fölbontott ezt a négyzetes formátumot. Egyébként a Műcsarnokban volt egy kiállítás, ahol ezek az óriási méretű munkáiban láthatóak voltak, ezeket ma már nem nagyon lehet látni, mert föl vannak göngyölve, mert annyira nagyok, hogy nem lehet őket sehol se tárolni, vagy nagyon nehéz. Úgyhogy ez a festői világ, és ez pedig a kollázs világ. És hát az a, szerintem tényleg azt érdemes ebből az egészből kiemelni, hogy itt hogy van ez az organikus gondolkodásmód, ami pedig egy még, tehát hogy aminek az inspirációja egy teljesen művi világ, ahogy meg megszületik, az meg teljesen ilyen természetessé válik. Köszönöm, hogy felkértetek ennek a megnyitására, mert én egy olyan hálószobába kelek fel minden reggel, ahol a gyűjteményünk darabjai kint vannak, és egy Braun kép van az ágyunkkal szemben, amit én nagyon szeretek, egy nagyon tipikus
brown, fehér alapon, neon, élénk neon színekből ezek a rá annyira jellemző kis karikák, és az egésznek van egy ilyen brownos, pszichedelikus hatása, de közben tök üde az egész, és nagyon, szóval nagyon jó erre kelni. És a legjobb barátnőm a Topol Tünde, akivel együtt dolgozunk, és ezért mondjuk sokat szoktam nála is lenni, nála mondjuk ennek a falnak a felét tölti be egy hatalmas brown kép. Szóval én elég sokat látom őt, meg örülök, hogy személyesen is ismerhettem, és hogyha mondjuk így a nagy képek felől jövünk, akkor az első, amivel az ember foglalkozni kezd, amikor megnézi ezt az anyagot, az a méret. Nem mintha a méret önmagában minőség lenne, de szóval ezt érzékeljük, hogy ezek kisebbek, mint azok a brownok, amiket sokat szoktunk látni, és akkor el lehet azon gondolkozni, hogy mit jelent a kicsi ebben a vonatkozásban. És hogy sokszor van az, hogy egy festő elkészíti a majdani készképnek a tervét egy miniatűr formában, hogy abban lássa, hogy működnek-e a színek, jó-e az arány, jó-e az a konstrukció, amennyiben egyáltalán ezt meg lehet ítélni egy ilyen 10x20-as méretről, hogy fog ezt nézni egyszer két méterben. És a brown képeknél is van pár ezek közül, vagy ebben a sorozatnak a darabjaiban, ami így indult, ami valamihez készült kvázi előtanulmánynak. És én nagyon bírom ezeket, mert olyanok, mint a főzésnél a húsleves alaplétet, hogy szóval valami, amiben nagyon, nagyon sűrűn benne vannak azok a dolgok, amik később majd kiteljesedhetnek nagyban. Hogyha egy hasonlatot kell találni mondjuk a kortársból, akkor a Bak Imrét mondanám, akinek minden nagy munkájához van egy kicsi, és a gyűjtők iszonyúan szeretik ezt a kicsit, és pont azt szeretik benne, hogy sűrűn ott van benne az eszenciája annak, ami a kész munka lesz, meg hogy ezen lehet talán jobban tetten érni az embert, aki dolgozik rajta. Ennél jobban elképzelhető valahogy más viszonyunk, vagy kicsit olyan személyesebb, vagy bensőségesebb kapcsolatunk tud lenni ezekkel a kisebb melókkal, legalábbis nekem. Ami nagyon érdekes volt, amikor a Jancsék megmutatták ezt a sorozatot, hogy vannak benne szuper brownosak, tehát hogy mindannyian ránézésre rögtön tudnánk, hogy ez az ő munkája, viszont van pár olyan, ami nagyon nem olyan, ami brownos, ami ismerős, ahol azok a motivumok jönnek vissza, mint amit az életművel a legjobban ismerünk, ott pont ezt a közelmenést tök jól meg lehet csinálni, amit a kicsiség ad, és felismerni, hogy mennyire vicces dolgokból építkeznek ezek a kozmoszok, mennyire banális, hétköznapi kis marketing újságokból kivágott darabok lesznek általa, vagy az ő víziója által egy ilyen transzcendens, kozmikus térnek a szereplője. Kicsit olyan a Brown, kérdeztem a Mónit, hogy milyen filmeket nézett, de kiderült, hogy science fiction nem, pedig azt gondolnám, hogy van ez az egész sci-fi vonal, de hogy azokat pont nem. Azt nem kérdeztem, hogy nézettem mondjuk ilyen régi revű filmeket, mert egy csomó képnél az az érzésem, mint régen a tánckaroknál, hogy látni azt a sok nőt, amint ugyanakkor emelgeti fel a lábát, tehát hogy ő fogja ezeket a teljesen banális dolgokat, tényleg szórakoztató rájönni arra, hogy amit így egybe látunk egy nagy képnek, annak az elemei egyébként tényleg micsodák, tehát hogy milyen csodálatos főszerepeket adott ezeknek a semmiségeknek, gumiabroncsnak, nem tudom, felének a nevét nem is tudom, mert annyira ilyen filmvilágból való, ez például nem tudom, hogy Csapály. Tehát, hogy milyen jó szerepekbe tette őket. A másik, ami megütött, és ehhez kellett az az élmény, amit majd ti is átélhettek, és ezt a Jancsa majd elmondja, hogy a Brownnal készült egy nagyon bensőséges, beszélgetős film, amiben sokat mesél a gyerekkoráról is, és arról, hogy volt egy rajztanár, aki elkezdett foglalkozni velük, de még kicsi gyerekeket, tehát óvodás korukban is, hogy ez micsoda meghatározó élmény volt neki, hogy ott mindent lehetett csinálni, és mindent meg lehetett tanulni. És a másik, ami szerintem nagyon szívmelengető, hogy az anyukája
nem tudom, úri szabónak lehet ezt mondani, de hogy egy női szabászatot vitt, amiben a Brown istenien érezte magát. Pedig az nem feltétlenül egy fiús világ, vagy nem, szóval nem biztos, hogy minden kisfiút ez leköt, de azt, hogy ő megértette, hogy mi mindent lehet szabászattal létrehozni, hogy mit jelent az, hogy kivágni dolgokat, és utána azokat összeilleszteni, és látni, hogy azok összeállnak valami, ami működik, az egy meghatározó gyerekkori élménye, és ezeken ugyanazt lehet látni. Ebben a interjú beszélgetésben volt két dolog, ami annyira szép volt, hogy ezt kiszedtem, és ezt szeretném elmondani, mert szerintem ez nagyon, nagyon finom. Az egyik, amit erről az anyanői szabóság élményről mondott, hogy az élmény, amire emlékszem abból, hogy bárminhez nyúlok, abból lesz valami. És ez ugyanez, hogyha megnézzük, hogy mik a összetevői ezeknek a kis A4-es közösszoknak, azok nagyon sok esetben tényleg bármik, olyan bármik, amiket mi átlapozunk, vagy kompletten kihajítjuk, hogyha a levélládánkban mégis bedobnak egy metrókatalógust. A szexisebbnek gondolnánk, hogy hús van a képeken, de nem abban az értelemben, amiben az szexi, hanem amiben az igazi hentesi értelemben. Tehát, hogyha, amit mondtam erről a tánckar és az ismétlődő elemek, tehát, hogy nyers húsokból épülnek, ilyen csodálatos, mint hogyha ilyen DNS spirálok lennének, tehát hogy ami a kiinduló pont és a végtermék között tényleg ilyen hatalmas dimenzió váltások vannak. Van egy része a beszélgetésnek, amiben azt kérdezi tőlebként pont a Topor Tünde, hogy mennyi szerepe van a véletlennek ezekben a konstrukcióban, mert az, amit szerintem az, aki nem művész, például én, meg itt páram, leszámítva azokat, akik művészek, és itt vannak, azt valahogy sose tudja az ember civilként elképzelni, amit képzőművészek is mondanak, még írók is mindig mondanak, hogy az ember azt gondolja, hogy aki létrehoz valamit, az az elejétől a végéig uralja azt a dolgot. És az a legizgibb, hogy mindig az derül, hogy ez nem így van, hogy van egy kezdet, amikor valamit fel lehet rakni, és utána maga az anyag viszi az embert. Amit az írók szoktak mondani, hogy ő hiába talál ki egy karaktert, annak a karakternek meg lesz a saját igazsága, amiben a karakter diktál, nem pedig az író. És hogy ez olyan érdekes, hogy erről a Brown is beszél, hogy a véletlennek mennyit enged, és mennyi az, ami konstruált és tudja, vagy hogy hogyan tanulta meg beletenni magát abba az állapotba, amiben el tud kezdeni így hatni rá a véletlen vagy a kontrollálatlan állapotok. Szóval ez nagyon érdekes, és annyira tetszett, amit mondott, hogy csak a képeken keresztül, a segítségükkel és a képeken belül juthatok előre önmagamban is. Nem is előre, hanem inkább úgy mondanám, hogy feljebb, vagy akár talán úgy pontosabb, hogy mélyebbre. Szerintem ez annyira szép. És a mérettel kezdtem, és igazából azzal is szeretném zárni, hogy egyszer beszélgettem egy Londonban dolgozó képzőművésszel, aki mondta, hogy hát, milyen nehéz, hogy be kell osztani a lehetőséget, és hogy nem lehet akkora méretbe gondolkozni, mint amiben ő szeretné, és hogy ezt gondoltam, de aranyos vagy, majd egyszer gyere el ide, kicsit Kelet-Európába, és akkor beszélgessél, hogy mit tudnak a művészek arról, hogy a korlátok hogyan határoznak meg komplett életműveket, hogy igaziból. Mégiscsak azt látni, hogy a csinálásnak az öröme, vagy a vágya, vagy a szándéka, az szinte minden határt így le tud bontani. És én ezt látom ezeken is, és eszembe jutott, amikor a Losonczy Tamás már nagyon-nagyon-nagyon öreg volt, és ez azt jelenti, hogy akkor ő 105 éves volt, akkor én csinálhattam még vele egy interjút. Gyakorlatilag már nem nagyon kelt föl akkor az ágyából, de mondjuk még ülni tudott, és a lakásában voltunk értelemszerűen. Ez szuper jó beszélgetés volt, nagyon sok mindenről szólt, és azt vettem észre, hogy az ágya mellett az éjjeli szekrényén ilyen pici kollázsok vannak, gyógyszeres dobozokból és fogkrémes dobozokból. És az látszott, hogy ennek nincs vége. Tehát, hogy ezt, aki csinálja, az nem megáll, azt fizikai korlátok, vagy adottságok, vagy lehetőségek képtelenek blokkolni. Tehát ő már tényleg alig tudott mozogni, és igazán ez már nem az az életszakasza volt, hogy beruházzanak vásznakba, vagy festékbe, de tök mindegy. Mert neki nem is volt erre szüksége. Ami kéznél volt, és az effektíve a bemelvésre oda tett nem tudom hányféle gyógyszernek a dobozai, akkor azokat vagdosta ki, a betűket, a formákat, és utána ragaszgatta össze, és soha nem fogom elfelejteni,
és tudom, hogy ennek a sorozatnak a létrejötténél is voltak szabad választásai a Bromnak, meg voltak korlátai, amikor éppen nem engedhette meg magának, hogy nagy képbe gondolkozzon, de szerintem ez csodálatos minden alkalommal azt látni, hogy aki dolgozni szeret, vagy szóval, hogy aki érzi, hogy ő művész, és ezt akarja csinálni, az ezt csinálja mindig, mindig, mindig. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Fiatal, egészen pályakezdő művészekkel, akik tényleg a pályájuk elején vannak, és van a művészkörükben vannak olyan művészek, akik pedig befutottak, jól eladnak, és nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg is ismertek, mint például a Kovács Attila, vagy a Pincehelyi Sándor, akinek nemrég volt itt önálló kiállítása, vagy Schiff Mária például. De mondjuk ennek a mostani kiállításnak is a névsorát, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez a nagy, úgymond nagy generáció az a neoavangárnak, illetve ugye a háború utáni magyar művészetnek az az élvonala, akiket mondjuk nemzetközi szinten is jegyeznek, illetve eladhatóak. Piacon jó árakat lehet értük kapni, tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk a magyar művészetnek a krémje, a magyar képzőművészetnek az élvonala, és ahogy látjátok, ezek nem festmények, hanem ezek szitanyomatok nagy részt, illetve van köztük egy kivétel, ami egy önálló, ami nem sokszorosított grafika, ez már egy feladat lesz, hogy kitaláljam meg, mert ugye nincs kiírva, hogy melyik az, de lehet majd tippelni, hogy melyik az. Ugye a szitanyomat az egy olyan eljárás, ahol ugye nagyon a színeket viszonylag az olajhoz vagy az akrilhoz hasonlóan vissza lehet adni. Viszont nem kerül annyiba, mint az olajfestmény, mert egy sokszorosított technika. Viszont mégis lehet azt mondani rá, hogy eredeti, mert hogy szignálva van, datálva van és számozva van, tehát megvan, hogy hány készült belőle, és az hányadik példánya a szériának. És ez egy olyan történet volt, úgy képzeljük el, hogy ezt a 60-as években kezdték el ezeket a szitanyomatokat terjeszteni. Ezt később úgy nevezték el, hogy pesti műhely. Ez egy olyan műhely volt, ahol ezek az alkotók, akiknek itt látjátok a műveit, tehát Fajó János, Nádler István, Bak Imre, Keserű Ilona, Hence Tamás benne voltak. Ezeknek a művészeknek volt egy olyan nem titkolt és picit talán utopisztikus vagy picit idealisztikus célkitűzése, ami egyébként még az avantgárdból, tehát a 20-as évekből táplálkozott, hogy a művészetet több, nagyobb rétegekhez eljuttatni. Tehát ne csak azok lássák ezeket a munkákat, akik egyébként gyűjtők, illetve megengedhetik maguknak, hogy vegyenek olajfestményeket, hanem nagyobb, szélesebb tömegek is, szélesebb néptömegek. Ez az idea nyilvánvalóan ugye még eredetileg a Bauhausból táplálkozik, mert a Bauhaus mondta azt, hogy a formatervezés az mindenkié, tehát minden háztartásban tömegtermelés révén eljuttathatóak azok a dizájntárgyak, illetve azok a formák, azok a művészeti tervezésű bútorok akár, amelyeket korábban mondjuk a szecesszió idején csak azok tudtak megfizetni, akik képesek voltak megfizetni a kézi munkát. Tehát ugye mondjuk azt lehet mondani, hogy a szecesszió az egy ilyen nagy, nagyon elitista stílus volt, a Bauhaus az meg bizonyos értelemben egy tömegtermelés, egy szociálisan érzékenyebb dolog, ugyanez az avantgárdra egyébként elmondható, és ez a úgymond neo-avantgárd irányzat, ami ez a pesti műhelyben is képvisel volt, ez az 1960-as évek elejétől. 81-ig működött, tehát 70-es években kezdődött el, és az a lényege, hogy tulajdonképpen azt mondták, hogy megtanulták ezeket a technikákat, létrehoztak egy ilyen műhelyt, és aztán ezt üzemeltették. És már ezek a munkák persze megint csak már az idő múlása miatt, meg azért, mert ezek a művészek nagyon befutottak, ma már ezek szinte festményárban vannak, tehát hogy olyan értéket képviselnek. De ez volt ugye az az irányzat, ami ugye a 60-as években teljesen elnyomott volt. Tehát, hogy
hogy ugye a kádári kultúrpolitika mondjuk 56 után, illetve hát korábban nyilván a Rákosi rendszerben a teljes szociál, tehát hogy az egy ilyen olyan stílus volt, amire azt mondták, hogy ez az hivatalos művészeti irányzat, más nem nagyon lehetett. És akkor voltak ezek a fiatal művészek, akik nyilván részben a külföldi behatásokra, illetve a különböző ösztöndíjakra, amiket így vagy úgy, de megkaptak, behozták azokat az irányzatokat, amelyeket itthon nem nagyon lehetett művelni. Tehát például ez a hard edge, ami ez a kemény vonal, vagy kemény szél, mondjuk lefordítjuk, ami nagyjából arról szól, hogy a nagyon élénk, de homogén színfelületek, azok nem tónusátmenetekben, vagy nem árnyalatokban találkoznak, hanem nagyon komolyan elválnak egymástól, és ez például a Fajó Jánosnak, de mondjuk a Bak Imrének is a festészetében felfedezhető, illetve a Nadlernél is nagyon ebben az időszakban, aztán később nála ez már ugye más irányba ment el. De a lényeg az egészben az, hogy volt ennek egy másik gyökere is, egy politikai gyökere, hogy a Vazarelli, ugye a Viktor Vazarelli, aki egy világhírű művész volt akkor már Franciaországban, és magyar származású mellesleg, őt behívta ide az Acél, és a kultúrpolitika azt mondta, hogy oké, akkor a Vazarelli kiállíthat. De a Vazarelli ugye eleve opárt volt, tehát optikai művészet volt, aminek nagyon sok köze van egyébként ehhez is. De hogy ez egy igazából itthon nem egy megtört dolog volt, és akkor volt egy ilyen kis ellentmondás, hogy akkor neki szabad azt, amit nekünk itt nem. Ráadásul még a kultúrpolitika csinál belőle egy nagy művészt, és kiállítják a műcsarnokban. És akkor ez így nagyon, ez egy kicsit ilyen feszültséget okozott a kultúrpolitika és a művészek között, és ráadásul ugye a Vazarellinek volt egy olyan, szintén egy nagyon idealisztikus elképzelés a művészetre, hogy megint csak a művészet az mindenkié, és adjuk oda a városoknak, az embereknek a művészetet. És ő ennek, emiatt ugye ő például tervezett nagyon sok olyan kültéri munkát is, amelyeket mondjuk háztetőkön valósítottak meg, vagy házfalakon. És egyébként az a színes város projekt, ami ma a tűzfalakat dekorálja Budapest szerte, ez a színes város, ez a The Colorful City, ez a Vazarellinek volt a terminus technicus, tehát a kifejezés az onnan jön. És ez egy bizonyos szinten, tehát bizonyos esetemben ez az egész festi műhely, ez a szitanyomó műhely, ez a Vazarelliből is táplálkozik, illetve a Vazarellinek az ideájából. És hát persze nyilván nem váltotta be teljesen a hozzáfűzött reményeket, de az biztos, hogy ez a generáció, illetve ez a csapat, ez egy azért talán nem csak a legszűkebb szakma számára ismert nevek, hanem olyan neveket is lehet hallani, akiket talán azok is ismernek, akik mondjuk nincsenek úgy annyira benne a képzőművészetben. Hát ott kezdeném, hogy ez a Delkerika Galéria hasonlóan a Viltinhez, ahonnan jövünk. Ugye nemzetközi porondon is képviseli magát, illetve a művészeit. Rendszeresen járnak ki vásárokra, nemzetközi vásárokra. Ezt ugyanúgy kell elképzelni, mint egy könyvvásárt, vagy bármilyen nagyobb vásárt, ahol tulajdonképpen standok vannak, ahol a galériák egy-egy művészt vagy több művészt képviselnek, és nem csak a galériák kerülnek kapcsolatba más galériákkal, hanem ugye vevőkkel kapcsolatba kerülnek a galériákkal, illetve egy ilyen bemutatkozási lehetőség. És a Delkerika Galéria is korábban nem ezen a helyen volt, de ők is ide jöttek a belvárosba, és ezzel erősítik itt ezt a 6.-7. kerületi szénát. És hasonlóan a többi galériához itt is olyan egy-másfél havonta változik a kiállítási anyag, és nagyon, nekik is nagyon úgymond diverzifikált a portfóliójuk, tehát sok művészük van, illetve sokféle műfajban alkotnak. Ez a kiállítás, a Magyarorsi Évának az Éden című kiállítás, ez itt is több médiumot lehet látni, ugye ahogy beléptünk, lehetett látni rögtön kisméretű grafikákat a falon. Ezek a grafikák azokhoz a videó, azokhoz az animációkhoz készültek, amit majd itt fogunk látni, és amiből mondjuk egyet vagy kettőt megnézzük, ez 10 darab rövid animáció, összesen 30 perces,
amelyeket az Éva, a magyaros Éva készített, aki egyébként egy nagyon fiatal művész és animáció szakon végzett, tehát alapvetően az ő médiuma az animáció. De amit itt látok, ez is az ő munkája, és ez is nagyon erősen kapcsolódik ehhez a kiállításhoz, vagy én talán azt is mondanám, hogy az egyik fő darabja. Az Évának az elmúlt években született 3 gyereke, és ez egy nagyon személyes kiállítás, hiszen ezt az anyává válás, illetve a családalapításnak egy ilyen lenyomata a művészetében. És az ő bevallása szerint ez az egész installáció, amit középen látható, ez tulajdonképpen egy picit az ő családi ágyukat szimbolizálja, ami egy ilyen 3x3 méteres ágy, ahol együtt alszanak a gyerekeivel. És ugye látható, hogy ez egy olyan installáció, amiben élő növény is van, ugye ez egy moha ágy, moha ágyás, amire ő véletlenszerűen, vagy véletlenszerűség látszatát keltve elhelyezett olyan motívumokat, amik nyilvánvalóan az ő családjára utalnak, illetve azokat a kis gipszöntvényeket, amiket itt látok, azokon pedig megjelennek azok a figurák, akik az ő egyébként nagyon szürreális vizuális világában főszereplők, tehát akiket itt majd lehet látni ezeken a videókon. És az Ita mondta nekem, hogy ez nekem nem jutott eszembe, de hogy itt ugye ezek az ilyen üvegházak emlékeztető ilyen mini üvegházak, ezekben van egy ilyen érdekes, ugye az egyik üvegházon belül van még egy üvegház, és hogy ez nekem nem ugrott volna be, de hogy olyan, mintha az ő maga lenne, akiben van majd még egy gyerek, tehát hogy talán lehet, hogy lesz még egy gyereke. És hát ugye az van az érdekes, hogy ez egy élő dolog, tehát lélegzik, párolog, stb. Itt is, hogyha megnézitek, akkor az üvegháznak a belső falán, az üvegén ott lecsapódik ez a pára. És ilyen értelemben ez egy folyamat munka is, tehát egy folyamat művészet, hiszen változik, hogyha nem locsolnánk, vagy nem locsolnák a galériának a dolgozói, akkor nem, akkor kiszáradna egy idő után, és teljesen elsárgulna. Tehát, de lehet, hogyha meg nagyon locsolják, akkor meg majd itt el fog burjánzani. Tehát, hogy nyilván ez is érzékelteti azt, hogy az ő családi életük is egy élő, egy folyamatosan változó dolog, növekszik, vagy csökken, amikor, mikor, hogy. És hát a kiállításnak a címe nekem már az egészre nagyon rímel, ugye az a címe a kiállításnak, hogy Éden, és ugye az Éden az végül is ugye egy kert, az ember rögtön a paradicsomi kertre gondol az Éden kapcsán, és ugye ez is olyan, hogy egy elhatárolt, egy lehatárolt terület egy kiállításon belül, ami tulajdonképpen egy paradicsomi állapot, és valószínűleg az ő családi életére gondol ő így, hogy ez neki egy Éden, ahol tulajdonképpen egy lehatárolt területen, de minden ideálisan működik, és valahogy ezek a dolgok jelennek aztán meg ezeken a videókon. Tehát ezek a szimbólumok, amiket itt láttok, a házikó, vagy ezek a ilyen furcsa lények, vagy ilyen keveréklények, ezek is mind-mind megjelennek a videókon, az animációkon, és szerintem nézzünk meg egyet mondjuk, és hogyha valakinek nagyon tetszett, akkor meg majd visszajön, mert most fél óráig nem fogunk tudni itt nézelődni, de szerintem érdemes, mert és hogy ugye az az érdekes az animációkban, hogy a szöveget is minden esetben az Éva írja, és nagyon-nagyon költői szövegekről van szó, tehát eleve a nyelvezete is nagyon képszerű, és nagyon elgondolkodható, nagyon erős, és nagyon meglepően személyes. Tehát annyira személyes, hogy az ember szinte így bevonódva érzi magát az egész az ő saját problémáiba. Úgyhogy gyertek, és akkor nézzetek meg egyet.